Sziasztok, Laci vagyok, Tekkátőt nézitek, Valenciába jelentkezem, ugyanis, ahogy azt láthatátok már Instagramon is, meghívást kaptam az Asus-tól a Zenfone 6 bemutatójára, amit ezúton is köszönök nekik, de nem is akarom tovább szaporítani a szót, nézzük meg, hogy miért érdekes az Asus új 180 fokban kiforduló kamerával felszerelt csúcstelefonja, a Zenfone 6. Kezdjük a főbb érdekességekkel. A Zenfone 6 május 24-től lesz kapható Magyarországon, az induló ára pedig 189.990 lesz, ami egy Snapdragon 855-tel és 48 megapixeles Sony szenzorral felszerelt okostelefonért egyáltalán nem rossz ár. Mivel a telefont már készhez kaptam, ezért meg is tudom nektek mutatni, hogy milyen tartozékok járnak majd hozzá. Fogunk kapni hozzá egy áttetsző, kemény műanyag tokot, ami a motorikusan kiforduló kamerák miatt ugyebár azon a részen ki van vágva. Ezen kívül van egy szintű, fülhallgató, cserélhető gumiharangokkal, USB Type-C kábel és egy 18 wattos gyors töltő adapter is a dobozban. Kezdjük is azzal, ami a ti fantáziátokat is valószínűleg a leginkább izgatja, és ez nem más, mint a kamera. A Zenfone 6-on összesen kettő darab kamera található, az elsődleges egy 48 megapixeles Sony IMX586-os szenzor, ami többek között a Honor View 20-ban, a Xiaomi Mi 9-ben és a OnePlus 7 Pro-ban is megtalálható, illetve van mellette egy 13 megapixeles széles látószögű kamera. Nos, ez a két kamera egy léptetőmotor segítségével 180 fokban kifordul, hogyha selfie-re váltunk, így nem kell leadni az előlapi fotók és videók minőségéből, illetve így notch és kijelzőjük sincsen az előlapon. A strapabíróság persze most is kérdéses, Jerry Rig Everything biztosan le fogja ezt tesztelni, az Asus tesztjei alapján 100 000 kinyitást biztosan ki fog bírni a rendszer. A kamera viszonylag gyorsan átfordul, hogyha selfizni szeretnénk, illetve első blikre arcfelismerés szempontjából is gyors, persze egy előlapi kamerás feloldásnál nem gyorsabb, de ahhoz képest nem is rossz, viszont meglehetősen hangos a motor. Mindenképpen egyedi és érdekes megoldás, meglátjuk majd a későbbiekben, hogy mennyire fog ez egyáltalán beválni. A Zenfone 6 kijelzője egy 6,4 hüvelykes Full HD plusz felbontású IPS panel, ami az előlap 92%-át lefedi, és amit Gorilla Glass 6-os üveg véd. Első blikre a megjelenítési minőséggel nincsen gond, de szívesebben láttunk volna egy OLED panelt, ha már csúcskészülékről beszélünk. Nagy örömünkre a jack csatlakozó az nem maradt le, sztereó hangzást kapott a készülék, azonban vezeték nélküli töltést nem támogat és nem is vízálló. Hardware fronton, ahogy mondtam, Snapdragon 855-ös rendszercsip dolgozik a mobilban, memóriát tekintve pedig kapható lesz 6x64, 6x128 és 8x256 GB-os kiszerelésben is, mindegyik egyébként 2 TB-ig bővíthető microSD kártyával. Az új Zenfone másik nagy érdekessége és erőssége egyértelműen az akkumulátor, ez ugyanis 5000 mAh kapacitású, amivel a kétnapos üzemidő az gond nélkül meg lesz, és amit Quick Charge 4.0-val gyorsan fel is tudunk majd tölteni. Az Android Pie alapokon ZenUI 6-ot futtató készülék felülete meglehetősen minimalistára sikerült, ami egyáltalán nem baj, sőt, illetve ahogy észrevettem, elég fürge is, köszönhetően a gépi tanulásnak is. Erről persze bővebben a részletesebb teszt során fogok majd tudni beszélni. A Zenfone 6 szerintem egy érdekes és ígéretes készülék, az Asus tanult a korábbi hibákból, és jó áron, valamint ami talán fontosabb, hogy időben elhozták hazánkba is a mobilt, ahogy a videó elején is mondtam, május 24-től lesz majd kapható, az alapmodell pedig 190 000 forint lesz. Sok motoros megoldás jött idén is, valószínűleg fog is még érkezni, de az Asus megoldása mindenképp egyedinek mondható, kérdés, hogy mennyire lesz hosszú távon életképes megoldás. Ti mit gondoltak az új Zenfone 6-ról, tetszik-e a kiforduló kamera? Írjátok meg kommentben. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!